Paláver, a Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Paláver, hangra fel! Szép jó napot kívánok mindenkinek, köszöntöm Önöket a Hír Televízió és a Hír FM Rádió közös interaktív véleményműsorában, a Paláverben, amelyben ma fogalmazhatnék úgy is, hogy ünnepi, de talán egy picit inkább gyászos hangulat fog uralkodni, hiszen a Nemzeti Összetartozás napját ünnepeljük. Arról emlékszünk meg június 4-én, 104 évvel ezelőtt szünetett meg a trianoni békediktátum, amely nyomán Magyarország akkori történetének, tehát az akkori méretének a 71%-át elveszítette. Tehát ez egy kettős ünnep, a nemzeti összetartozásunkat ünnepeljük, de akkor is gyászoljuk azt, amit a történelem elvett tőlünk. Nem is nagyon lehet más a mai témánk az első, mint ez. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a Tisza család Geszti kastélyának, felújított kastélyának átadásán mondott ebből az alkalomból beszédet, és ott azért ő figyelmeztetett arra, hogy ha a 20. század elején meg is történhetett ez velünk, a 21. század elején nem leszünk feláldozható vazallusok a nagyhatalmak saktábláján, tehát ez lenne az egyik mai ajánlott témánk. A második témánk pedig az lehetne, hogy Magyar Péter agymosottakról beszél, azt mondja, hogy azért nehéz az ő dolga, mert hogy itt évtizedes agymosás történt, és nehéz ezt áttörni. Hát én azt gondolom, hogy ha valaki beszélhet agymosásról, az valóban Magyar Péter, hiszen bármilyen mocsok is derül ki az ő múltjából vagy jelenéből, azt az ő követőit nem különösebben zavarja, tehát meg sem érinti őket. Tehát ha agymosásról beszélünk, akkor ő tudja, hogy miről van szó. Harmadik javasolt témám pedig, hogy ez egy friss mai hír, amely a Brit Telegraphban jelent meg, és amelyet a Világgazdaság szemlézett. Kiderült, hozzájutottak állítólag egy NATO dokumentumhoz, amelyből az derül ki, hogy az Amerikai Egyesült Államok több felvonulási folyosót készít elő Európán keresztül, amelyen keresztül amerikai katonák megközelíthetik Oroszországot, és a hírek szerint az egyiket, hát azt ide terveznénk Magyarországon keresztül. Mondják el Önök, hogy mi erről a véleményük, és ezt megtehetik a 061799-2999-es telefonszámon, vagy írhatnak SMS-t is a 0677953-as számra. És persze van nekünk egy napkérdésünk is, hiszen reggel a napindítóban azt kérdeztük Önöktől, hogy Önök szerint hitelesen tudósított-e a nyugati balliberális média a békemenetről. Az eredményt, a jelenlegi eredményt a képernyőn láthatják, 95%-a betelefonáló a válaszadóknak úgy érzi, hogy nem, és csak 55%-a érzi úgy, hogy igen. Nehéz ezzel vitába szállni, de egyébként azt gondolom, hogy akár a hazai balliberális sajtó hitelességéről is beszélgethetünk, hogy hogyan tudósítottak ők a békemenetről, vagy úgy egyáltalán a politikai élet egyéb szereplői hogyan reagálták le azt, hogy szombaton, akik néztek minket, azok tudják, hogy én ültem itt akkor is a stúdióba. Nehezen beszélhettünk arról, hogy hány ember jelent meg, mindig több százezret emlegettem. Azóta a pesti srácok egy becslést tett közzé, ilyen térképes felmérő szoftvert segítségül hívva, és ők azt mondják, hogy 420 ezer ember fordulhatott meg a békemeneten, ami nem kis szám. Érthető, hogy erről nehéz hitelesen tájékoztatni azoknak, akiknek más a politikai céljuk. No, hát ennyi volna így előzetesben, és akkor elsőként kapcsolom Erzsébetet. Hát Erzsébetet nem kapcsolom, mert őt elvesztettük, viszont itt van velünk a vonalban Tamás. Szép jó napot, üdvözlöm! Üdvözlöm, Robert! Már régen találkoztunk. Igen. Úgyhogy rá is tényleg mindjárt, mondjuk a legutolsóval kezdenék egy kicsit belenézni.
Hát ez az amerikai történet már nekem az agyamra megy, komolyan mondom, hogy egyszerűen megáll az eszem, hogy tényleg hát már mindent ők mozgatnak, már egyszerűen már nem lehet kikerülni szinte. Borzasztó ez a helyzet. Hát itt van például ugye a katonáknak, hát most hagyd mondjam már el, azt mondja, hogy küldek, hittem én 10 000 katonát, és ezek mind kiképző tisztek. Hagyjuk már a hülyeséget. Aki úr katona életben tudja, hogy egy kiképző tiszt meddig is tart. Ezt ugye a franciák mondták, hogy kiképzőket küldenek, de ha már itt tartunk a párhuzamnál, akkor azért Vietnámba is kiképzőket küldtek az amerikaiak először. Úgy van, igen. És szóval ez egy olyan tényleg átlátszó hazugság, olyan tiszta, mint a tükör. Komolyan mondom. Szóval és nem is tudom, hogy minket néznek hülyének, vagy egyáltalán nem tudom, mit akarnak, tényleg. Hát azért egyszer emberek vagyunk, halandó emberek vagyunk legtöbben. És hát mink is már átlátjuk ezt az egész tükröt. Hát lehet látni, hogy merről szóval történt, és akkor ők megpróbálják szépíteni, csiszolgatni, mint hogyha ők annyira benne volnák. Hát úgy, mint hát Robert emlékszik, amikor mondták, hogy a földeknek az eladása például. Hát a ukrajnai földekről beszélek. Hát ott is rafinált módon küldjem a fegyvert, gyerekek, menjetek, harcoljatok, lőjetek szét mindent, ja, de utána, ha már minden vége lesz, majd így mondta, ha vége lesz a háborúnak, akkor majd mi menjünk, a segítünk felépíteni Ukrajnát. Hát szóval ettől szemetebb dolgot nem tudok elképzelni. Komolyan mondom. Nem az a legjobb üzlet, amikor én rombolom le, én keresek a romboláson, és én keresek az újjáépítésen. Úgy van. Szerintem az a legjobb. Úgy van. És tényleg, szóval azt látom, mintha tényleg hülyének néznék az embereket. Pedig hát nagyon sokan vagyunk, akik másképpen gondolkodunk, meg azért átmátjuk a dolgokat már azért. Főleg, aki már ír, én is 80 éves vagyok, egy jó pár dolgon átestem már én is már. Na, nagyjából meg lehet vezetni engem is, nem arról van szó. De azért ilyen átlátszó módon ez már felháborító, komolyan mondom. Ez már felháborító feléjük. És ezek szerint, kedves Tamás, ön nem elég agymosott. Ez az elképzelhető, bennem van a hiba, Robert, egyetértek ebből a dolgot, de hát már megpróbálok majd csiszolódni én is, mondom, azért járok ide. A Magyar Péter kezvéért ne tegye szerintem. Ja, azért járok ide önökhöz. Ja, hát most hirtelen eszembe jutott, nagyon sokat kommenteztem mostában, és hogy hívják, hát elképesztő, hogy miket olvas az ember. Ott is. Én nem tudom, ott is megbonyolultak az emberek, tényleg, az egyszer emberek körül vagyunk. És egyszerűen egyre több, egy darabig úgy láttam, hogy úgy elfogadjuk egymást, egyszer csak aztán, mintha megváltam minden, és akkor támadnak, ha kell, hanem is nem tudom miért, mikor én nem támadom. Tehát kommentekben is rengeteg mostában, nagyon sok bosszúságom volt ezekkel, mert jó párra le is tiltottam, hál' Istennek. Na mindegy. Szóval visszatérve a Magyar Péter agymosoltról, hát szóval ez megint tényleg egy ez is, hát a Magyar Pétert már tényleg nagyon unom már, komolyan. De az a baj, hogy mindig vissza kell neki jönni valamilyen módon, hogy ő itten szerepeljen, itt legyen már. Alig várom már, Robert, alig várom már, hogy a 9. előjöjjön már, komolyan mondom. És kíváncsi erre a 8. napra, érte a 8-ára is, amit Magyar Péterként ugye megüzent nekünk, mert megüzente, hogy majd ő megmutatja, hogy merő hány méter, és majd akkor majd nem lesz ez olyan egységes az dolog. Tehát tulajdonképpen már előre fenyegetőzik. És ráadásul úgy mondja, mintha olyan természetes volna ez. Nem is tudom, hogy... Hát... Igen, tehát ez az, amikor egy hatalomra és figyelemre éhes ember egyszer csak kap maga mögé egy támogatói bázist, mert azt gondolom, hogy ilyenkor úgy elszáll az agya, hogy nem feltétlenül tudja azt sem már, hogy mit mond és mivel fenyegetőzik. Igen, és őnál az már mostan szerintem már tényleg elgurult a gyógyszere. Na, hát szóval jó lenne, ha összeszedném, de tényleg én csak azt tudnám neki mondani, hogy szedje össze gyógyszerét, mert utána majd még átétes lesz neki végül is majd, addig kilódik már itten. De én most nagyon-nagyon drukkolok mostan ennek, hogy mi lesz, tehát 9. borzasztó, most az első, itt ebbe is drukkoltam, mert tényleg nagyon örültem neki, hogy így sikerült, nagyon jó sikerült. De most ez most még egy különleges dolog lesz majd még hozzá, nem is akármilyen. Nem is akármilyen lesz, és nagyon tartok tőle, még mindig valamit kitanálnak még majd olyanokat, amit nem kéne. Egyszerűen, hát Brüsszelben is meghűlt mindenki. Ott már mindenki gyakorló hülye, komolyan mondom. Hát ott is miket egymást támogatva, már mostan Orbánt akarják teljesen beletiporni a földbe.
szabályosan. Hát ez is milyen dolog az ilyen, ugye? Tehát egyszerűen nincsen tisztelet bennük egyáltalán, pedig mi tisztelettel beszélünk feléjük, tisztelettel próbálunk beszélni, és de ők nem, hát ők úgy, amit akarnak, azt mondanak, és akkor ugye támadnak, ha kell, ha nem. Úgyhogy hát nem tudom, Robert, hogy mi lesz ennek a végre, nagyon drukkolok, hogy 6-án, illetve 9-én, ez nekünk azért álljon a rút, szóval én nagyon bízok benne. Ha most, hogy láttam ezt a, ugye sajnos nem tudtam én kimenni erre végemre, de viszont végignéztem, tényleg lélekben ott voltam, na szóval ez a lényeg. Lélekben ott voltam végig, és tényleg nagyon örültem neki, hogy már annak is örültem, hogy a nagy tömegbe. Egyszer csak megláttam, én kiszasűjű vagyok, és ott volt a kiszasűjű tába, egy pici kis falu ez, Robert. Mm-hmm. És ott voltak az emberek, a mi emberek, akik bírtak, elmentek. Tehát ez is mond azért valamit, ugye. Sőt, idősek elmentek, akik szegények alig bírtak menni, ők mégis csak elmentek. Még volt szegény, hogy mondták is, hogy volt, leültek oda, nem tudom milyen téglára ültek, mert már nem bírtak menni. Szóval érdekes dolog, és valahogy nekem az olyan jó érzés volt, komolyan mondom, hogy tényleg ott vagyunk abban a nagy tömegben, ez a kis falu is ott van. Szóval ez nekem nagyon szenzációs volt. Hát de ne is mondja, hát Magyar Péter szerint alig voltak 40-50 ezre. Ó, így. Ja, és akkor nem tudom, hallott-e Robert, hogy azt is mondták már itt a különböző, nem mondom, milyen médiák, megvan róluk a véleményem, hogy hát talán voltak on 45 ezeren. Gondolj, ilyet mondani, 45, utána mondja a másik féle, hát azért volt az körülbelül 80 ezer is. Hát szóval ilyeneket meg lehet nézni, ott van, még mindig fenn vannak. Hát egyszerűen minket, úgy akarnak minket át. Tudja Tamás, ez a számháború, ez minden ilyen rendezvény után lezajlik. Mindenki jól mosolyog rajta egyébként a nemzeti oldalon, mert pontosan tudjuk, hogy milyen komoly erő az, amelyik itt felvonult. Ők meg hadd szórakoztassák magukat ezzel. Tehát, hogy Magyar Péter például megnyugtatja, hogy szerinte minden idők legerőtlenebb békemenete volt, akkor én nagyon örülök, legalább nem kell pszichiáterre költenie emiatt. Igen, hát ennek is van előnye, persze. Egyérzelmű. Mit gondol egyébként, ugye most elnézést az előbb, amikor beszélt, akkor igen, egy picit nyomogattam a telefonom, de egyetlen okból tettem, mert kíváncsi voltam, hogy Magyar Péter reagált-e a Nemzeti Összetartozás napjára. Hát, hogy is mondjam, olyan sajátos módon tette mindezt, mert ugyan megemlíti egy posztban a Nemzeti Összetartozás napját, de rögtön utána ilyen oktatási területre teréli a témát, hogy ma, aki a gyereket iskolába viszi, az mindjárt vigyen magával krétát, mert hát ugye tudjuk, hogy szerintük az iskolában az már kréta sincsen, de szóval, hogy egy kicsit olyan érdekes, hogy Magyar Péter ezeket a nagy nemzeti összetartozást jelentő szimbólumokat nem nagyon akarja olyan nagy előszeretet, vagy olyan nagy lelkesedéssel követni, miközben ő ugye állítólag nagyon jobb oldali, és nagyon nemzeti, és nagyon keresztény, és nagyon konzervatív. Aj, Robert, én erre azt mondanám, komolyan mondom, hogy ezt az embert úgy irányítják, ahogy akarják valakik, az 1000%, és én szerintem már szabályosan forgatókönyvet csinálnak már belőle. Szóval egyszerűen nem igaz, hogy ő talál ki, nem hiszem el, hogy ő találja ezeket ki. Nem, mert megfelelő háttér emberek vannak, akik ezeket a dolgokat előkészítik természetes módon, és akkor úgy látszik, ugye úgy lát, még ő is elhiszi, hogy húha, mi, hát ez borzaszt, mi vagyunk ugye a királyok, ugye ő is elhiszi, de hát abszurd nem úgy van. És én nagyon bízok bele, hogy 9-én már ő is szembesülni fog saját magával. Én biztos vagyok benne, hogy lesz ott a nagy változás majd. Nagy változás lesz. Hát persze nem csak nálunk kell majd, főleg már mostan leginkább már, hát a Brüsszelre szeretnék én már rálátni, hogy mi lesz ott a változás, mert Brüsszelbe ottan már tényleg takarítani kell, Robert. Úgy, hát ahogy mondták. Igen, ez ugye nagyban függ azért az összes többi uniós tagállamban elért választási eredményektől, hogy mennyire lehet nagy takarítást végrehajtani Brüsszelben, de hát pontosan ezért volt az, hogy azt gondolom, hogy a magyar kormány a saját szuverenista álláspontját megpróbálta minden olyan politikai erőnél követendővé tenni, amelynél esély van arra, hogy mondjuk esetleg későbbi szövetségben mégiscsak tudjunk kezdeni valamit ezzel a brüsszeli balliberális elittel, amelyik az elmúlt 5 évben irányított. Hát igen, és sajnos Robert itten utolsó pár hónapban itt kicsit rámentem ez a háborús történetre is itten. Hát itt is most, ami borzasztóan nem nagyon tetszett én nekem például, az, hogy ugye
adják a fegyvert, lőszert, mindenben, most mindent ígérnek az ukránoknak, és tulajdonképpen kiderült először, hogy úgy mondták, hogy ők csak úgy adják a francokat. Nem, pénzt, már most fizetni kell mindenért. Hát persze. Tehát hiába. Parancsol? Persze, hát nincs ingyen fegyver. Bocsánat, Tamás, viszont gyorsan hadd köszönjek el, mert a televízióból elmegyünk egy reklámszünetre, de mi folytassuk a rádióban. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Szép jó napot ismételten. Köszöntöm Önöket itt a Hír Televízió és a Hír FM Rádió közös interaktív vélemény műsorában, a Palaverben, amelyben ma elsőként, nem elsőként, hiszen egy fél órás részen már túl vagyunk, de ebben az órában is azzal kezdeném, hogy reggel a napindítóban feltettünk Önöknek egy kérdést, mégpedig azt, hogy Önök szerint hitelesen tudósít a nyugati balliberális média a békemenetről, mi erről a véleményük. Hát SMS-ben szavazhattak ugye a 0630 34 44 690-es számra, amit még 17 óráig meg is tehetnek, és az eddigi válaszokból az derült ki, hogy Önök szerint 95%-ban nem voltak hitelesek ezek a tudósítások. Hát ha abból indulunk ki egyébként, hogy a Orbán Viktor beszédét, amelyet a Magyar Televízió Facebook oldalára feltöltöttek, ott egy időre ezt letiltották, mondván, hogy veszélyes emberekről, veszélyes csoportokról, vagy azokat népszeresítő feliratok jelentek meg ebben a videóban, hát akkor azt gondolom, hogy a hitelesség az marha messze volt már a Facebook értéket ítéletében is, és még akkor nem beszéltünk az egyéb nyugati balliberális médiumok tudósításairól. No, a három témánk az pedig a mai napra az volna, hogy egyrészt ma van ugye a Nemzeti Összetartozás napja, és ez alkalomból Geszten a felújított Tisza kastélynál mondott beszédet Orbán Viktor miniszterelnök, ahol úgy fogalmazott, hogy nem leszünk feláldozható vazallusok a nagyhatalmak saktábláján. Arra is utalt ezzel a miniszterelnök, hogy kétszer már voltunk. Harmadjára köszönjük szépen, nem kérünk ebből. Második témának javaslom, hogy Magyar Péter agymosottakról beszélt. Ugye egy lengyel lapnak adott korábbi interjújában fogalmazott így, miközben hát nagyon úgy tűnik, hogy azért őt, hogy is mondjam, sokkal inkább agymosottak veszik körül, és erre majd mindjárt egyébként egy példát is fogok itt az SMS-ekből beolvasni. Azt mondja, hogy a harmadik témánk pedig, ez egy friss mai hír, a Telegráfban jelent meg, NATO dokumentumokra hivatkozva állítják, hogy Magyarországon felvonulási területet készítenek, akarnak előkészíteni az amerikai katonák számára, hogyha Oroszország kellene vonulni. Na, és akkor az előző részben egy SMS-sel fejeztem be. Valaki, aki nem írta alá, de azt állítja magáról, hogy 2010 és 2014-ben még Fidesz szavazó volt, azt írja, hogy na most kapcsoltam ki a tévét, tényleg nem érzik, hogy már ez gáz, amit tolnak a Fidesz megbízásából? Az, hogy a matek nem megy, azt még értem, de hogy a saját szavazóik IQ küszöbét is lejjebb tolták a propaganda érdekében, az már megalázó és szánalmas. IQ küszöbről csak annyit, hogy a lejjebb tolták, az itt egy évvel van, de nem ez a lényeg, hanem marha kíváncsi lennék, hogy ez a korábbi Fidesz szavazó miért is utálkozik ennyire. Tehát ha hallja most esetleg az adást, akkor tegye már meg, hogy hív minket a 0670 360-nal kezdődő telefonszámról, mert kíváncsi vagyok a véleményére. Na, és akkor a másik, amiről beszéltem, hogy az agymosás az Magyar Péter hívőknél. Jött egy ilyen kellemesen barátkozó SMS: Magyar Péter az agymosott, te húzan trógeres csimbók. Na, örülök, hogy nézi a másik adásomat, mert hogy most nincsen rajtam Hosentroger, tehát akkor legalább tudja, hogy ki vagyok. Majd 2 perccel később egy újabb SMS küldött, még a tévét is leköpöm. Hát, ha valaki otthon tényleg most ül és köpködi a tévéjét, akkor ő tényleg nem gondolja, hogy egyébként ő az agymosott? Csak azért, mert ilyen gyűlöletkeltő hülyeségeknek felül, amiket mondjuk ilyen 3 hónapos politikusok beleokadnak az éterbe. Nehéz erre észszerű magyarázatot adni. No, viszont vannak itt azért normális emberek, akik írnak nekünk. Semmi átvonulás, semmi katonai folyosó, magyar hazánk nem lehet átjáróház, írja Róbert Zalából.
azt mondja, hogy kedves Robert, csak a szokásos forgatókönyv zajlik USA módra, más országban tönkreteni mindent a demokrácia nevében, otthon semmit sem éreznek ebből a saját polgára, írja Edith. Amerikának olyan a háború, mint a cápának az úszás, ha abba hagyja, elpusztul, írja Miklós. Kedves Robert, az amerikai katonák Magyarországon átvezető felvonulási útvonal természetesen potenciális célpontja lenne az orosz rakétáknak, ne járuljunk hozzá, legyen végre béke, unalmas, káros és veszélyes ez a háborús készülődés, írja Tamás és Panni. És Szilvia a Perlaki családból is írt nekünk, kedves Robert, ma sajgó szívvel Trianonra emlékezünk, 20 óra 24 perckor a Hősök terén fellobban az összetartozás tüze, én ott leszek, jöjjön, aki tud. Az EU-s és az önkormányzati választásoknál fontosabb most nincs, béke kell, én hiszek az ime erejében, ma imádkozzunk a világ összes országában a konzervatívok feléledéséért, hogy eljöhessen a béke. Boldogok, akik békék teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek, Máté 5.9. Kedves Szilvia, kellemes átszellemülést, és megértem, hogy ez mindenkit felemel. No, ennyit az SMS-ekről, és akkor kapcsolom Gábort. Szép jó napot, Gábor, üdvözlöm! Halló? Halló! Üdvözlöm, Gábor! No, akkor mondhatom, már a tévében olyan szépen beszél, még öröm hallgatni. Hát egy kicsit csúszásban van itt a hang és a tévé, ezért igen. Is kérném, hogy halkítsa le a televíziót. Le van halkítva. Jó. Le van halkítva. De van kapcsolva a hangára. Mindenhogy. Hát hallgatom. Az a szegény magyar Péterű csak annyit. Nem szigyeli a képét, meg az egész tarcsulatja. Az, aki a saját vérét, a gyerekeit intézetbe akarja zárni. Hát azért ne haragudjon. Én hát csak azt tudom mondani, hogy egy ász és ár a vége. Nem mondom ki, hogy mi, mindenki gondolja. De mire gondolt ez alatt az intézetbe záratás alatt, hogyha... Igen? Hát ne haragudjon meg. Hogy néz ki az, hogy én a saját véremet, a gyerekemet intézetbe zárom? De ez honnan veszi, hogy intézetbe zárja? Hát én úgy értem, már ugye elvált, és azt mondta, hogy a gyerekeit az intézetbe akarja záratni. Én nem hallottam ilyet. Micsoda ember az? Hát én ismerek itt az olyant, akinek nyitott gerincű a hatyák, hogy volt a gyereke is az utolsó percig etálte, tisztába tette meg minden hétben. Milyen emberek ezek? Én megmondom őszintén, Gábor, hogy én nem hallottam ilyet. Ezt én hol mondta Magyar róla, Péter? Hogy a feleségében is mit akar. Tulajdonképpen ez az ember. Hát ha arra gondol, hogy valaki azt az okfejtést hozta elő, hogy ha Magyar Péter be akarja csukatni a feleségét, és akkor nem tudom. Igen. De hát nyilván ez azért nem ennyire egyszerű ez a történet, de nézze, ettől még Magyar Péter nem egy normális, vagy bocsánat, biztos normális, nem vagyok orvos, hogy megmondjam, de hogy az hétszentség egyébként, hogy ugye Magyar Péter... A hétszentséget hagyjuk ki. Igaza van, bocsánat. Az a lényeg, hogy Magyar Péter ugye most a kormánypártok kampány üzenetét támadja, és azt mondja, hogy a háborús plakátokat azért kellene leszedni, és ezért gyűjt aláírást, mert megfélemlíti az utcán járó gyerekeket. Mondja ez az ember, aki vállalhatatlan, minősíthetetlen hangon beszélt az anyjukkal a gyerekek jelenlétében. Tehát ez a gyerekek féltése számomra egy olyan kicsit hiteltelen Magyar Péter részéről. Hát nagyon, nagyon is hiteltelen, mert tulajdonképpen ezt az illetőt, ezt tényleg, mint az MZ per X mondta, azt mondja, trágyával etették. Uh-huh. Ugye? Ez körülbelül olyan dolog. Szégyelhetni a képét, de az egész tarcsulat, aki követi azt. Mert ugye köle egy fő fenéknyalók, aztán mennek utána. Na de hát ugyanilyenek voltak a szocializmusban is. Már ugyanezt mondták, hogy dögöljön meg a kapitalizmus, meg minden hétben, Moszkva felé meg nyaltak. Uh-huh. Most ugyanaz a társaság, fordult egy jó nagyot. Most meg arra nyalnak. Hát milyen emberek laknak itt? Gábor, mit gondol a másik két témánkról? Mert szerintem Magyar Péter nem is ér ennyit. Hát, akkor bocsánat. Hát a felvonulási hotyákot, azt már nagyon. A hetedik X-en túl vagyok, de fegyvárt fogok, hogyha az amcsik ide gyűnnek. Az komolyan. Fegyvárt fogok. Menjenek a büdös jó anyjukba. Nézzék meg, egy szót nem szóltak az, hogy Irakba
könnyű, vagy gyengített uránul lőszer előtték az embereket. Van olyan, aki megszülte a lányát, és a gyerek nem tudja fejét megtartani. Vietnamba miket szórtak? Lomtalanító fegyvereket. Hazamentek a katonák, megszült a gyerek, csonkán született meg a gyerek. Kérdem én, akkor mik ezek tulajdonképpen? Én nekem az Amerika, az édesanyám mindig azt mondta, Amerika egyenlő nyomorikába. A zöld hasúban meg tudtak egy csomó embert fogni, ledobták az atombombát, én a Van der Lajos Ursulát, és elvinném oda, meg az összes tetszetős kis bandáját, én nem mondok olyanokat, amik ők mondtak, mert nekem csak szakmunkás bizonyítványom van, elvinném oda Hiroshimába, Nagasakiba, és nézzék meg ott, hogy mi volt. Hát ezek nem emberek. Egyébként valóban, tehát hát ezek, itt mindenki hát riogat atomháborúval, de valójában eddig atomfegyvert kizárólag az Amerikai Egyesült Államok vetett be civil célpontok ellen. Tudja, mit mondtak az oroszok? Egy Iskander rakéta Lengyelországnak bőven elég lenne. Még a lengyel nép is kihalna minden. Most képzelj, akkor mi lenne? Mi? Azért mondtam, itt össze-vissza beszélnek. Menjen az Amerika, jó, nem tudom, hogy mit mondjak, már azt mondják, nem szabad csúnyán beszélni. Nem, azt nem. Menjen arra. Ne jöjjön ide. Nem kell. Nincs rá szükség. Nincsen, semmi szükség. Minek jönnek ide? Állandóan csak a rosszat, meg a rosszat, meg a rosszat csinálják. Más nem. Az egész egy hóbalabanc, egy jellemtelen társulat. Hát most képzelje, micsoda elnök az, aki kérem még a holtemberre is kezet fog. Hát milyen emberek? Báb. Látom, jól át tud mosolyogni ott. Hát ilyen báb elnök, tehát hogy neki van egy háttértámogatása, egy háttérhatalom, megmondják neki, hogy hova álljon, merre forduljon, lehet, hogy elfelejti, hogy időközben arra nem áll senki, de ettől még ő nagyon jól elérzi magát ott szerintem, meg hát lássuk biztos, be, hogy a családja elég jól keresett Ukrajnában, úgyhogy... Az biztos, de most képzelje, hogy nem fogják a más megúszni. Már ha kitör a háború, a Pentagont meg a Fehérházat úgy esetlik, hogy meg a többi csak röpül. Az atombomba nem fogalmazta Zamcsiknál, hogy kiakozni. Minden pusztul. Így is nagyon sok kárt csináltak ott a régi bánszínőtteknek, azon se dicsekednek, mennyi embert öltek meg. Na még egyet, Robert, aztán többet nem. Hogyan lehet azt mondani, hogy a legnagyobb gyilkos nyugat-európai országban európai parlamentet csinálni. Mire gondol? Most nem értem, nem tudom követni. Nyugat-európai országban van a parlament, igaz? Az EU-nak a parlamentje. Hát Brüsszelben, illetve hát Strasbourgban van tulajdonképpen. Nem, Brüsszel. Az európai parlamentnek háromtól, a hivatalos... 30 millió négert öltek meg Belga Kongóba. Ez egy épp olyan gyilkos banda, mint a többi. Hogy mit keres ott egy parlament? Kérdem én. Őszintén, tegyen szívére kezét. Egy hát ilyen... Igen, az egykori gyarmattartók... Kocsmány banda. És az sem csoda, hogyha az egykori gyarmattartók most ki vannak békülve a multikulturális társadalmakkal, mert ők már ezt megszokták. A kormányzórunk, megmondta már maguk, azt mondják miniszterelnök, én azt mondom a kormányzó, az Orbán Viktor az egy kormányzó, mert tulajdonképpen ez egy mocskos óceánon kell neki ezt a magyar kis gályát kormányozni. Ugyanúgy, mint Hunyadi Jánosnak ellene kellett állni a török seregnek, igaz? Így van. Ugyanabban van. Az Orbán Viktor is. És én azért mondtam soknak, nem, ő nem miniszter, ő kormányzó. Kormányozni kell ezt a kis országot. Nehogy még jobban tönkre tegyék. És az Isten segedelmét kérem, hogy sokáig bírja. Idegileg. Gábor, az a helyzet, hogy én is köszönöm, hogy ezt mindezt elmondta. Én kicsit tartok attól, hogy azt mondta, hogy kormányzó Orbán Viktor holnap már a 444 megírja, hogy a Hortival hoztuk össze. Na nem, mindegy. Nem. A Hunyadi János. A Hunyadi János nem Horti. Ez a Hunyadi igaz. János az más. A Hunyadi János a török ellenát. És a rácokkal, szerbekkel együtt. Megvártjuk meg Kapisztal Jánosa együtt. A 444 megyünk, hogyha megfordítsák egy kicsit, aztán összerakoskatja, mi jön ki belőle Horogkereszt. Úgy, fogják be a pofájukat. Bizony kommunista banda. Elnézést. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Én is. További szép napot, visszahallás. Igen.
Közben valaki megírta, ezt valóban elfelejtettem, hogy a Varga Judit interjúban volt talán ez, hogy nem vitatkozom, volt veresége, mondta, hogy azt mondta, hogy a gyermekek előtt intézetbe tetetlek anyádat meg börtönbe. Hát kellemes ember. No, mi most a tévéből elmegyünk egy rövid reklámra, viszont a rádióban folytatjuk. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. És újfent köszöntöm itt a Hír Televízió nézőit a Palaverben. Mi Gyulával már ideje beszélgetünk, és ott tartottunk, hogy Gyula feltette azt a, hát nem is tudom, hogy mennyire költői kérdést, hogy ki is az a magyar Péter? És akkor vissza is adom neki a szót. Hát igen, hogy most már nálam van a szó. Mit tud ez az ember, vagy ki ez az ember, vagy ki volt ez, hogy a magyar népet így, hát nem, egyszerűen, na, nem akarom úgy kezdeni, mint az előző. Az előbb felszólal, hogy felháborodok annyira, hogy elkezdjek olyan beszédet mondani, vagy káromkodni, nem akarok. Isten ments, nem. De ki ez az ember, aki így mer beszélni, azt mondja, hogy a fiatalokat egzetálják, vagy hogy mondják? Jó, mondom? Nem tudom, mire gondol. Hát tudja, hogy mire gondolok? Hát hogyan meri ezt kijelenteni, mikor 3 gyereket eldobott magától? Hát az a szerencsétlen nő egyszerűen hogy bírta ki ezt az embert? Ne arra, ugyan én 50 éve elmúltam házas. 50 éves házas elmúltam. Nem azt mondom, hogy nincs veszekedés egy családban, és nincsen problémák, de azért mindig odafigyeltem azt, hogy a gyerekeim, meg az unokáim, meg a dédunokáim mindig szeretetbe, és vigyáztam arra, hogy nehogy, mikor az unokák, a dédunokák itt vannak nálam, akkor nehogy merjek csúnyán beszélni, mert rám is szól a kisunokám, az egyik 4 éves, rám szól, papa, csúnyán beszéltél. Uh-huh. Rám szól a legkisebb, higgye. Tehát igen, ezért mondtam én is, hogy Magyar Péter mielőtt az utcán járó gyerekeket féltené a háborús propagandától, vagy a háborús riogatásától, előtte lehet, hogy a saját gyerekeit kellett volna attól a mérgező közektől, amit ő teremtett meg. Így van, és szerencsétlen nőt nem egyetállni és bántani. Hát én ez egyszerűen nem is beszélek többet. Na, most hazánkon körösök, Amerika igen. Akar menni. Hogyan képzeli ezt le? Hát egyszerűen nem értem. Hát menjen, aztán nem is tudom, hol nem menjen. Hát miért akar? Minden áron bele akarnak vinni bennünket a háborúba. Ez ugye azt jelenti. De egyébként ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert valóban, mint NATO tagállamként nekünk bizonyos együttműködésekben részt kell vennünk, és ha visszaemlékszik, akkor ugye annak idején a délszláv háború idején volt az, amikor az amerikai hadsereg komoly légierőt állomásoztatott itt a Taszáron, ugye? Igen, azt hiszem, a Taszári repülőtéren. Tehát bizonyos NATO kötelezettségeink nekünk vannak. És ilyen szempontból például az is egy kötelezettségünk lenne, hogyha szükség lenne rá, akkor felvonulási útvonalat biztosítsunk mondjuk amerikai vagy bármilyen NATO katonáknak Oroszország felé, csak hogy mi már odáig sem szeretnénk eljutni. Tehát azt szeretnénk elérni, azt szeretnénk valahogy a szövetségeseinket is arra rávenni, hogy ne is kelljen eljutni odáig, hogy egyáltalán felvonulási területet kelljen biztosítani, mert akkor már rég rossz, akkor már tényleg nagy baj van. Akkor azt mondtam, amit az elején elkezdtem, hogy a gyerekeink hiába neveltük, hiába adtunk meg mindent a családnak, az unokáknak, dédunokáknak, ha ezek ilyen háborúra készülnek, akkor vége a világnak. Én ezt mondom. Mm. Ne arra ugye, Robert, de... Nem, igaz, nagyon rossz, belső érzésem van, hogy nehogy kitörjön a háború. Pedig hát, ha nézem a televíziót, és végignézek majdnem mindegyik televíziót, és mindenhol azt mondják, hogy igenis, fel kell készülni. Mire készüljünk? Mondja meg egy atomháború, mire lehet felkészülni? Hát az egyik kilövi,
a másik visszaélőszak annyi a világnak, nem? Ne arra ugye, hogy itt mosolyogtam, csak eszembe jutott, amikor sorkatona voltam, és akkor is volt egy ilyen, hogy kiképzők időnként elkiabálták magukat, hogy atomvillanás jobbról, és akkor azt kellett csinálni, hogy az ember hasra vágta magát, és a sisakot így belefúrta a talajba, mintha az segítene. Tehát, hogy ez körülbelül ilyen ez most is, hogy igen, tehát az atomháborúra nem tudom, hogy lehet felkészülni, talán sokat lehet imádkozni esetleg, még azért hát, az atomot. Nem tudom. Én 69-ben voltam katona, megtanítottak a te problémára, 68-ban volt, és megtanítottak bennünket mindenre, hogy mibe fog kerülni, meg hogy kell viselkedni, meg minden. De hát aztán végül is elment, leszeretem 71-ben, és én azóta nem voltam katona. Igen. Vég volt. Kedves Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, további szép napot kívánok, tiszteletet. Elnézést, hogy ilyen sokat betöltem, nem, semmi minden nem jót, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. És akkor most pedig egy kicsit belterjesebben folytatjuk, mert hogy Eper Marci kollégámmal fogok egy kicsit beszélgetni. Marci ugyanis elárulja nekünk, hogy mi lesz a mai radarban. Szervusz! Így lesz. Szia, Robi, köszöntöm Önöket. Téma lesz, hogy nem túlzás azt mondani, hogy az online rendelések és a csomagszállítás ma az aranykorát éli napjainkban. A megderül legtöbbször már csak az SMS értesítést látja, hogy megérkezett a csomagja, de vajon mi történik a feladás és a kiszállítás között? Ennek járt utána kollégánk. Aztán 6-ból egy ember képtelen a gyermeknemzésre, a meddő párok száma hazánkban pedig 300 ezerre tehető, ráadásul növekvő tendenciáról szólnak a statisztikai adatok. A jelenség összetett egészségügyi okokra vezethető vissza, amelyeknek jó része drasztikus beavatkozások nélkül is orvosolható. Dr. Türő László nemzetközileg elismert endokrinológus szerint a legtöbb esetben van megoldás. Valamint ma van az összetartozás napja, ma emlékezünk meg arról a trianoni békediktátumról, amely miatt elvesztettük az ország kétharmadát. Ennek alkalmából rendezett az Aranycsapat Alapítvány összetartozás kupát a Fejérvár megyei Móron. Mutatjuk majd a részleteket, 17 óra 10 perckor kezdünk. Köszönjük, Marci, jó munkát nektek, szervusz. Egy-két SMS-sel folytatom. Kedves Robert, vasárnap úrnapja, mise és istentisztelet időben Magyar Péter Budakeszin rontotta a levegőt. Egy-két helyi komcsin kívül csak idegeneket lehetett látni, de már megtisztult a levegő. Igen. Valaki azt írja nekünk, egy kedves SMS-ező, hogy Magyar Péter belőletek szakadt ki, ő is fideszes. Hát hallgassa meg, aztán utána döntse el, mert amit most mondanak, semmi köze nincs ahhoz. Azt mondja, hogy micsoda, ezt nem is értem, hagyjuk is. Kedves Robert, szólni kellene Magyar Péternek, hogy ez a kréta história lejárt lemez, a kormány 450 ezer darab táplagépet osztott szét a tanulók között. Nem baj, Magyar Péter, azért csak nyugodtan biztosítson mindenkit, hogy vigyenek krétát is az iskolába, hát ha valaki elkezd a táblagépre rajzolgatni vele. Nocsak. Ha azt írja valaki, hogy Viktor most vette, gondolom egy ilyen kedves úriember, aki valószínűleg közvetlen barátja a miniszterelnöknek, mert így kezdi, hogy Viktor most vette hülyére a békemenetelőket. Orbán a Le Point francia lapnak nyilatkozott, miszerint a NATO erős, és Európa nincs katonai veszélyben, nyilatkozta Orbán a napokban a Le Point francia lapnak. Figyelmeztet minket a kedves SMS-ező. Jelenleg. Orbán Viktor most sem azt mondta, hogy most itt katonai veszély van, hiszen nem arról van szó. Nem arról van szó, hogy hadban állna a NATO Oroszországgal, arról van szó, hogy a NATO több erős nyugati tagállama megpróbálja belehajszolni a katonai szövetséget, és egyébként helyenként a NATO főtitkára Jens Stoltenberg is ugyanezt teszi, egy fegyveres konfliktusba Oroszországgal. Pontosan erről van szó? Ezt akarja mindenkit Magyarországon elkerülni? Nem arról van szó, hogy ez a katonai konfliktus már megvan. Tehát értem, hogy a Le Pointot sikerült kiolvasni, esetleg a cikk tartalmát is érdemes lenne megérteni. Azt mondja, hogy kedves műsorvezető, láttam a június 1-i műsorát, ahol felidegesítette a baloldali emberke Magyar Péter miatt, röviden Magyar Péter és a baloldal menjenek el pszichológushoz, aztán mehetnek Ukrajnába harcolni, a miniszterelnökünket, az Orbán Viktort hagyják békén, Judit írja. Kedves Judit,
András, aki itt megpróbált egy sajátos logika szerint ránk kényszeríteni azon véleményét, miszerint aki fegyvert visz egy háborúba, az békepárti, nem idegesített fel engem. Nyugodjon meg, sőt, egy kicsit úgy felvillanyozott, tehát, hogy is mondjam, nagyon szeretek azokkal beszélgetni, akik velem egyetértenek, de mégiscsak egy intellektuálisabb kihívás, amikor arról van szó, hogy valakivel szemben kell megvédeni a békepárti álláspontot. No, megint sokat beszéltem, ugye? Igen. És kollégáimat kérdezném, hogy Lenke néni vár most régebben, viszont Bözsi néni volt az, akit az elején elvesztettünk, ugye? Akkor Bözsi nénitől még egy picik türelmet kérek, és kapcsolom Lenke nénit. Kezit csokkolom. Igen. Kezit csokkolom. Igen, itt vagyok. Ön van vonalban. Köszönöm szépen. Mit gondol ezekről a mai témákról? Nagyon szépek. Jó napot kívánok. Kezit csokkolom, itt vagyok. Lenke néni, tessék lehalkítani a tévét, mert lehet, hogy azért nem halljuk egymást, meg egy kicsit zavarja igen, itt. Igen. Igen, már is elmentem, most már jó. Jó. Én már jól hallom, ön is jól hall engem? Igen. Jó. No, mit gondol a mai témáinkról? A mai témáról hát most nem tudom, hogy ön beszél, vagy a tévébe beszél, vagy nem tudom, honnan beszél. Tessék lehalkítani a tévét teljesen, én innen beszélek a telefonból. Jó, akkor már is rendben van. Egy pillanat türelmet igen. Kérek. Igen. No, szerintem most ön is visszahallotta magát, ha jól hallottam itt. No, akkor... Nem, még valami Erzsi néni beszél. Nem. A tévébe. Lenke néni beszél a tévébe. Halló? Halló? Hát Lenke nénivel meg is szakadt a kapcsolatunk. Ez a kommunikáció, ez most nem volt túl sikeres. Folytatjuk akkor Bözsi nénivel, aki már korábban is hívott minket. Kezit csókolom, Bözsi néni. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök minden nézőt és hallgatót. Tehát az első téma, ami kedves miniszterelnökünk, hát röviden csak annyit mondok, hogy tartsa meg a jóisten, hogy bírja egyedül ezt a rettenetes nyomást, meg a mi szavazataink tartják a jóistenen kívül. Már Ficót ugye, Robert Ficót kilőtték mellőle szó szerint, a Vatikán maradt, de hát meglátjuk. Na, tehát nem akarok nagy szavakat használni, igyekszem gyorsan befejezni, beleférjek az időbe, de... Áttérek a szavazásra, mert Magyar Péterről nincs mit, arra nincs mit szót vesztegetni, mert ez most csak ugyan sorsdöntő lesz, tekintve, hogy szó szerint az életünkről van szó. A jelenleg is háborúban áll az egész világ, és most az unión belül úgy tudom, hogy kötelező sorozást akarnak bevezetni. Hát igen, ezt ugye Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke jelentette be, mint igen, terv, de... Hát szerencsékre úgy tűnik, hogy még a német kormány sem áll nagyon mögötte. Hát meglátjuk. Tehát röviden, ha nem sikerül Brüsszelben most 9-én többségbe kerülni a békepárti képviselőknek, akiket itt Magyarországon kizárólag a Fidesz jelöltek képviselnek. A másik oldaliak bármit mondanak is, most az ő aktivistáik nagyon-nagyon rákapcsoltak, és nagyon-nagyon súlykolják a potenciális választóiknak, hogy békepártiak, ők békét akarnak, nem igaz, ne higgyen nekik senki. Most különösen is azért telefonálok, hogy szóljak egy néhány szót a másik oldali kedves magyar honfitársaimhoz, akik a Fideszt és Orbán Viktort gyűlölik jobban, mint akármit, és ne higgyenek a saját aktivistáiknak, mert csak mondják, hogy békepártiak. Ha bejutnak Brüsszelbe képviselőnek, egészen biztos, hogy a háború gombot fogják nyomni, mert azt a parancsot kapták, és ha nem teljesítik, akkor egyszerűen megölik őket. Most lehet, hogy egy kicsit sarkosan fogalmaztam, de sajnos ez így van. Egy kicsit. És mostan szinte látom, hogy nevetnek a hátam meget, vagyis hát a készülékek előtt, meg integetnek, meg leintenek, hogy nem igaz, meg agymosott vagyok, meg stb. Hadd gondolják, ne adja az Isten, hogy ha Brüsszelben így marad, ahogy most van, a háborúpárti többség, akkor majd megnézhetjük magunk, mert tudni illik, minnyájunknak van családja,
fiaink, férjeink, unokáink, vejeink, sőt, leányaink, menyeink, mert úgy hallom, nőket is akarnak sorozni. Igen, ez is benne volt. És bizony, és nem fogják kérdezni, hogy kire szavaztunk, milyen oldaliak vagyunk, egy csöppet sem, hanem visznek a frontra szó nélkül, ahol 3 vagy 4 óra a túlélési idő, és ez most nem olyan sorozás lesz, hogy mint régen, hogy a fiatal emberek letudták azt a 10-valahány hónapot, aztán hazajöttek, és élték a polgári életüket tovább, ez most nem, most vérre megy, a mi vérünkre, pártállástól függetlenül, úgy látom, idegen érdekekért, amihez semmi közünk, kivéve, hogy a közvetlen szomszédunkban zajlik, és magyar testvéreink is halnak, és nap mint nap halnak és halnak. A külügyminiszterünk mondta valamelyik nap, úgy emlékszem, hogy igen, milliméterekre vagyunk a világháborútól. Igen. Na. És ráadásul most még nukleáris fegyverek. Bözsi néni azért ne foglalkozzon azzal, akik leintik, amikor ilyen veszélyekre hívja föl a figyelmet. Hát nem foglalkozom, de a szomszédom nevetett ki valamelyik nap, mikor mondtam, hogy háborúban állunk, uram. Háborúban vagyunk, mert drágaságra panaszkodott. És a benzinára, meg az olajára, stb. És kirevetett, háború, hol van itt háború? Hát tegnap, vagy mikor mondta a tévé, hogy Sztríbet beletalált egy orosz rakéta, hát tetszerek tudni, hol van a Sztríb városa? Az 1000 éves határtól egy néhány kilométer Lemberg megyében, hát egy ugrás innen mi hozzánk, egy pár centi. Mi az egy rakétának? Úgyhogy nagyon itt van a háború sajnos, és a nukleáris fegyver pedig nem vicc, ezt mindenki tudja, hogy aki megnyomja a gombot, az hal meg másodiknak. Ez az világ vége. Úgyhogy ez rettenetes. Erre gondolni se jó. Sajnos. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen kérem a kedves Fidesz gyűlölő honfitársaimat, hogy egy napra, egy órára, egy percre, amíg az X-et bejelölik, valahogy győzzék le magukat, és tegyék félre a gyűlöletüket, és szavazzanak a Fidesz jelöltre, mert az ő jelöltjeik ott már, most azt mondják, hogy béke, de ott a háborút fogják szavazni. Ez olyan biztos, mint hogy most telefonálok. Világos. És különben is a gyűlölet annak árt, aki gyűlöl. Aki gyűlöl, az nem is tudja. A miniszterelnök úr megmondta még az elején, hogy nem fog foglalkozni a gyalázkodókkal, neki arra nincs ideje pereskedni, meg bíróságra járni. Neki fontos dolga van az országot a csődből kihozni, adósságból, és építeni és fejleszteni, neki az a dolga, úgy is tesz, 14 éve már. A gyűlölködőnek meg tönkre megy az egészsége, az idegrendszer, a vérnyomása, az élete. A fideszesek meg, akik gyűlölnek, nem is tudnak róla, hát érdemes gyűlölködni. Jut eszembe, látta mostanában Gyurcsányt, milyen rosszul néz ki? Igen. Azon látszik. Kívül, hogy megvan őszülve, hogy megvan öregedve, olyan ráncos, olyan betegnek néz ki. Hát sajnálom, mert ez is ember. Ő is ember, ugyanolyan kromoszómája van, mint nekem, de mert egy vérből vagyok. Csak arra akartam rámutatni, hogy a gyűlölködés hol vezet. Hát, elég baj az neki. Nem csak nekünk, neki is baj. Na, az önkormányzati jelöltekre... Tetszik tudni, Bözsi néni, tudja, ez nagyon emberi álláspont, amit ön megfogalmazott. Kár, hogy ezt mi nem szoktuk megkapni a másik oldalról. Hát, mit várjunk tőlük? Hát mit várjunk tőlük, istentelennek a szerencsétlenek? Mert aki keresztény, az nem gyűlölködik. Mert tudja, hogy lesz egy nap, amikor mindnyájunknak szépen oda kell állni és beszámolni, hogy mit csináltunk az életünk folyamán. Ez, aki keresztény, az tudja. Aki nem keresztény, az meg gyűlölködik. Igen. Ennyi. Na mostan még egy nagyon röviden az önkormányzati jelöltekről, amit eddig mondtam, azokra az nem vonatkozik, mert a saját lakóhelyén mindenkit ismer, gondolom, és azokra a jelöltekre kell nagyon vigyázni, akik nem az adott településen laknak, igen, mert olyan jelöltek is vannak, itt mi nálunk is, ahol én lakom, és jelöltetik magukat, és főleg azokat kell leinformálni, de nagyon jó, hogy mit csináltak mostanáig, akik függetlenként indulnak, mert senki nem független. Senki nem független, még én sem, pedig én egy öreg asszony vagyok. Különben is lelkiismereti szabadság van, mi nálunk, annak ellenére, hogy diktatúráznak itten Orbaszájban. Mindenki arra szavaz, akiről tudja, hogy eddig mit tett le az asztalra. Végeredményben arra, igen, akire akar. Ennyi az egész. Világos. Úgyhogy szavazásra fel, kedves magyar honfitársaim, az országunkról van szó, hogy lesz még Magyarország a Kárpát-medencében, vagy nem lesz. Most ez fog eldőlni 9-én, ugyanúgy a miniszterelnök úr mondta, ha lesz még történelemkönyv majd, évek múlva, ha lesz még, megemlítik, hogy majd Mohácsal egyszerre fogják ezt említeni, ezt a napot. Ne adja az Isten. Ne adja az Isten.
aki nem bír, kérjen urnát, de mindenki szavazzon. És a gyűlölködők szavazzanak a Fideszre most az egyszer, mert őket is elviszik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Én köszönöm, hogy hívott minket. Mindenkinek jó egészséget. Hasonló jókat kezdjük. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Nem is húzom tovább az időt, mert kevés a televíziós műsoridőnk. Egy jó SMS-t azért gyorsan beolvasok. Azt észrevette már valaki, hogy Magyar Péter és Gyurcsány politikai karriertörténete lépésről lépésre ugyanaz? Nősüléssel lép a nagypolitikába, kilépve a saját csapatából, elkezd az ellen harcolni, alányul a globalista előtt, elit, aztán mi is jön? Hát, az előbb éppen arról beszélgettünk, hogy hol tart most Gyurcsány Ferenc. 3 percünk van, de nagyon remélem, hogy Ildikó el fogja tudni mondani a véleményét. Kezdj csókolom. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm, és igyekszem tényleg betartani ezt a 3 percet. Csak annyit teszek hozzá, hogy ez a televíziós adás utána van még néhány percünk, úgyhogy a rádióban tudjuk folytatni. Ez viszont szabott. Köszönöm. Én is köszönöm. Abszolút. Bocsánat, nem hallok semmit. Én hallom önt. Jó, én nem tudom, miért nem hallom ön, de nem tudom, hogy mi a probléma. De nem tudom, hall engem, bocsánat. Megy a tévé? Halkítsa le. Le volt halkítva, de most már ki van kapcsolva, tehát ez a biztos. És most jobb. Tehát, hogy sokkal jobb. Jó, okay. Köszönöm. Tehát, hogy abszolút egyetértek a miniszterelnök úrral. Én jelen voltam a békemeneten, és nagyon őszintén egy fantasztikus felemelő érzés volt egyáltalán ott lenni ebbe a közösségbe, és ugye olvastam a kritikákat ugye a másik oldalról, hogy csak pár ezben voltunk, vagy nem is tudom a számokat, amikkel dobálóztak, de azt tudom, hogy sokkal többen lettünk volna, akiket csak én ismerek, valamiért nem tudtak eljönni, vagy akár mert olyan idősek is nem tudtak eljönni, mint az édesanyám és a keresztanyám, de volt olyan kolléganőm is, aki nem tudott eljönni. A lényeg az, hogy lélekben sokkal-sokkal többen voltunk, illetve sokkal többen értünk egyet a békével, és igenis nekünk béke kell. Tehát, és vissza kell csak menni a történelembe. Nem 100 évet, illetve egészen én azt gondolom, hogy az első világháborúnak is ugye az alapja az a 19. század harmadik felében alapozódott meg, ágyazódott meg, hogy így mondjam. Tehát ennyi. Én csak ennyit tudok mondani, hogy béke, 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 mert ahogy az előző hozzászólók is mondták, hogy egyszerűen az agresszió, és ez most teljesen mindegy, hogy katonai vagy verbális agresszió, az nem szül jót. Tehát csak az, hogyha leülünk a tárgyaló asztal mellé, akkor tudjuk egyáltalán emberi hangon megbeszélni, hogy mit kell helyre tenni. És igenis nem leszünk senkinek a vazalusai, igenis meg kell őriznünk az önállóságunkat, a függetlenségünket. És ha az kell, utcára megyünk. Igen. És kiállunk a béke mellett. Bocsásson meg, Ildikó, annyi türelmét hadd kérjem, hogy közeledünk a televíziós műsoridő végéhez, és nekem még gyorsan el kellene mondanom a szavazás eredményét, addig hadd kérjem a türelmét. Ugye azt kérdeztük reggel önöktől a napindítóban, hogy önök szerint hitelesen tudósította a nyugati balliberális média a békemenetről. Hát az eredmény nem változott az adás eleje óta. 95% a betelefonálóknak, illetve az SMS íróknak úgy érzi, hogy nem, és 5% gondolta, hogy igen, hogy ők mire alapoztak, azt nem nagyon tudnám innen megmondani. Az biztos, hogy ezt a szavazást most lezártuk, illetve lezárjuk már a Palaver televíziós adását is. Nagyon köszönöm, hogy velem voltak itt a Hír TV-ben. Holnap újra lesz Palaver. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel.